Sziasztok, én Renátó vagyok, és arra gondoltam, hogy megnézem, melyik csúcstelefon készíti a legjobb fotókat és videókat a 2022-es felhozatalból. Az egyik versenyző az iPhone 14 Pro, a második a Samsung S22 Ultra, és van még egy Google Pixel 7 Pro is. Szerintetek melyik fog nyerni? Ebből a videóból kiderül. Kezdjünk! A tesztek alatt az mindenképp egyértelmű volt számomra, hogy mind a három telefon kiváló készülék. Mint mindig, mindegyiknek vannak erősségei és gyengeségei, na meg persze ízlések és pofonok. Az biztos, hogy a kamerás részleg mindegyik esetében remekül teljesített. Kamera hardware terén mindegyik megegyezik azon a téren, hogy rendelkezik fő, ultraszéles és telefotó kamerákkal, az S22 Ultra esetén kettő telefotóval is. Kezdjük a telefotóval. Az iPhone itt egyértelműen hátrányban van, ugyanis csak háromszoros a maximális zoom. Hogyha ezt nézzük, egyértelműen a Samsung a nyerő, rendkívül távolba elérünk vele. Például a pizza tábla. Na, az ott van, ahol benyilasztam, az S22-vel még leolvasható lenne, hogyha nem takarnák a padok. Ha az alapnagyítást nézzük, mindegyik elég jól teljesít, de a Pixel talán egy picit fakobb, mint a másik kettő, de a képek mindegyik telefon esetén nagyon jól néznek ki. Éjszaka a legtermészetesebb képet az iPhone adja, de az S22 Ultra is nagyon jó. A Pixel túlfényesít, a térköveken látszik leginkább. Ha a max zoomot nézzük, akkor természetesen az S22 Ultra képei sokkal szemcsésebbek lesznek, de ez érthető, mivel itt elég nagy a digitális zoom, illetve f/4.9-es rekeszről beszélünk. Ami még megemlítendő, hogy az iPhone-nál továbbra is nagyon becsillannak a fények a lencsébe, a zöld foltok láthatók a járdán. Videónál is a Samsung a legmesszebb látó, a legkisebb zoom pedig az iPhone-é, viszont ott a legjobb a stabilizálás és a képélesség is. A telefotó kamerás részt összességében abszolút az S22 Ultrának adnám, de a másik kettő is jól teljesített. Ultraszéles. Mindegyik nagyon erős, nagyon jók a képek, leginkább stílus vagy ízlés függő, hogy melyik tetszik jobban. Gyári kalibrálás mellett az iPhone abszolút a legtermészetesebb hatású, a Pixelre inkább a hidegebb árnyalatok jellemzőek, a Samsungon pedig a színek nagyon szaturáltak, nagyon élettel teliek. Mindegyik nagyon jó, de a Samsung és az Apple nagyon fej-fej mellett vannak, a Pixel egy kicsit elmarad, főleg az nem tetszik, hogy kicsit fakobbak a képek és kicsit sötétebbek is, mint a másik kettőnél. Látószög tekintetében viszont a Pixel egy kicsit a másik kettő fölé nő. De tényleg, ízlések és pofonok, mind a három nagyon jó. Sötétben megint csak az iPhone képei a legtermészetesebbek, ellenben nagyon becsillognak a fények a lencsébe, ez látható a zöld foltokban, erre a Pixel is hajlamos, ami kicsit túl is világosítja a képet. Az S22 Ultra a legszemcsésebb, de nincs becsillogás. Itt ennél a fotonál látszik, hogy az iPhone képe a legsötétebb, ez azért van, mert az iPhone-nál nagyon ritkán kapcsol csak be az éjjeli mód, megoldja anélkül. A fénykép úgy tűnik, hogy így rosszabb, viszont ez adta vissza a legjobban a valós fényviszonyokat. Videók tekintetében megint csak az iPhone a legjobb, legfényesebb, legjobb stabilizálással, a Pixel kicsit sötétebb a másik kettőnél. Ez a felhőnél és a víznél is jól látható. Az ultraszélesnél a sorrend szerintem iPhone, Samsung és Pixel 7 Pro. A selfie tekintetében szerintem az S22 Ultra a legjobb, majd az iPhone 14 Pro és a Pixel 7 Pro. A dinamika tartomány az S22 Ultra-nál sokkal jobb, itt a felhőknél látszik, a Pixel 7 Pro pedig szokásosan sötétebb. Sötétben is a Samsung selfie-jei a legjobbak, az iPhone követi, a Pixelnél viszont ilyen nagyon furcsa, lilás, pirosas az arctónus, ami nagyon nem tetszik. A selfie videónál a Pixel szokásosan sötét, az iPhone nagyon fényes, az S22 viszont nagyon eltalálta. Éjjel viszont az iPhone a legjobb, a Pixel nagyon szemcsés, nem jó, a Samsungnál jó a kép, de a bőrtonus kevésbé tetszett, mint az iPhone esetében. A portréfotók nappal szerintem az iPhone esetén a legjobbak, legtermészetesebbek. A Pixel 7 Pro is nagyon ügyes, a háttér elválasztás talán ott a legjobb. Az S22 Ultra képei is nagyon tetszenek, de ott a színek nagyon túlszaturáltak. Rebecca kabátja inkább kék, mint fekete, és a sapka színe is nagyon eltér a valóságtól. Éjjel a Samsung a legjobb,
Éles, még a sapka tetején is látszanak a szálak, az iPhone azt elmossa már. Az iPhone fotóján a legszebb az arc, de nagyon beszűrődik a lámpafény oldalról. Az S22 összességében jobb, és a Pixel is nagyon szorosan követi. Makró esetén én úgy gondolom, hogy a Pixel 7 Pro csinálja a legjobb fotókat, majd az S22 Ultra és az iPhone 14 Pro követi. Az iPhone 14 Pro-nál gyakran van fókusztévesztés, arányaiban az iPhone-nál a legnehezebb jó makrót készíteni. A fő egység esetén baromi nehéz dönteni, mert mind a három remek képeket készít, gyakorlatilag a piacon kapható top 5 fotós telefon között van mind a három. Természetességben az iPhone a nyerő, részletességben a Samsung, a Pixelnél pedig az árnyékok a legjobbak. A dinamika tartomány a Samsungnál a legjobb. Viszont, hogyha a beállítási lehetőségeket nézzük, akkor egyértelműen a Samsung és a Google telefonja a legjobb, ugyanis ott van ProMol rengeteg beállítási lehetőséggel. Nem tudok egyszerűen itt győztest hirdetni, mert mindegyik másban jó, és megnézegetve ezeket a képeket, én azt látom, hogy mindegyik remek képeket készít, csak az egyik egy kicsit hidegebb árnyalattal, a másik egy kicsit melegebb árnyalattal dolgozik, részletesség tekintetében gyakorlatilag mindegyik ugyanazt nyújtja. Éjszaka az iPhone fotói lennének a legtermészetesebbek, de a fények nagyon becsillannak ennél a kameránál is. A becsillanás ugyanúgy jelen van a Pixelnél, a Samsungnál viszont ezt tökéletesen megoldották. Mindegyik nagyon jó, tényleg csak más a stílus, nem tudok egyértelmű győztest mondani, talán a Samsungot mondanám amiatt, mert itt van a legtöbb beállítási lehetőség, és a profik kezében talán többre képes az S22 Ultra, mint például az iPhone 14 Pro-nál. A legkevésbé valós hatást pedig a Pixel 7 Pro adja. A videók terén legegyszerűbb az iPhone-nal videózni, a stabilizálás itt a legjobb és a képminőség is kiváló. Filmszerű mód pedig 4K-ra képes, míg a másik kettőnél csak Full HD-re. Itt egyértelműen az iPhone 14 Pro a nyerő, tényleg nagyon-nagyon jó felvételek készíthetők vele, akár videokamerákat megszigyenítő minőség produkálható, és ugye a ProRes formátum is elég komoly és komoly szerkeszthetőséget ad utána. Éjszaka a Pixel a leginkább szemcsés és zajos, a fények is becsillannak, az iPhone felvétele a leginkább természetes, de a zöld csillogások szintén jelen vannak, az S22 Ultra-nál semmi csillanás, és a képminőség is kiváló, a megjelenés óta nagyon sokat javítottak szoftveresen az éjjeli videózáson. A megjelenéskor elég zajosak voltak ezek a felvételek, most viszont ennek már nyoma sincsen. Mindegyik nagyon jó, de itt a Pixel az, ami a legkevésbé ügyes. A versenyzők közül a legdrágább telefon ugye az iPhone, 570 ezertől indul a listaár, a Samsung egy 100-assal olcsóbb, a Pixel 7 Pro pedig már 300 ezerért is kapható, azaz majdnem kettőt kapni az iPhone árán. Úgyhogy szerintem a végső győztes az S22 Ultra. Mindig nagyon erősen teljesített, és hogyha valamiben jobb volt az iPhone, ez akkor is követte. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mind a három telefon kiemelkedően jól teljesített, de az S22 Ultra egy kicsit a másik kettő fölött van. Az iPhone 14 Pro viszont egyértelműen a legjobb videós telefon, a Pixel 7 Pro meg csak egy nagyon picikével van lemaradva a másik kettőtől. Ti hogy gondoljátok? Írjátok le kommentben. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek dobj rá egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra, hogyha kíváncsi vagy még hasonló tech tartalmakra. A figyelmeteket köszönöm szépen, sziasztok!